Az Intelnek a társalapítója, Gordon Moore-nak hívják, aki az 1950-es évek végén megpróbálta megbecsülni azt a folyamatot, ami a számítógépek világára tartozol el bennünket. Moore egészen pontosan azzal foglalkozott, hogy 7 éven keresztül vizsgálta, hogy egy egységi sugarú lapra hány darab tranzisztor tudunk elhelyezni. A tranzisztorok azok az egységek, amelyeknek a segítségével a számítógépeink számításokat tudnak elvégezni. Minél több tranzisztort tudunk elhelyezni egy kis egységi lapra, annál gyorsabb ezek a gépeink lesznek. És hát Gordon Moore 58 és 65 között azt figyelte meg, hogy nagyjából 18 havonta az egységi lapra elhelyezhető tranzisztoroknak a száma az megduplázódik. Úgyhogy ha fogjuk azt a kis papírlapot, amit mindegyik székre rátettünk, és mondjuk ezt képzeljünk el egy egységi méretű lapnak, akkor mondjuk az első most ebben a pillanatban rá tudnánk tenni mondjuk 1000 darab tranzisztor, 18 hónapunkban, tehát másfél évben már 2000 tranzisztor helyeznénk el rajta, aztán 4000, 8000, 16000 és így tovább. És amit ő megsejtett 1965-ben, az a napjainkig is még működőképesnek tűnik. Ez a diagram, ez a Moore törvénynek az alakulását mutatja, 70-től egészen 2016-ig, és azt lehet látni, hogy itt 2016 környékén egy egységi méretű kis lapkára, ami még ennél a lapnál is kisebb, mint a műnök előtt hevel, már több mint 20 milliárd tranzisztort tudunk elhelyezni. A számba azért érdemes belegondolni, mert hogyha egy kicsi valamire, egy egységi lapra szeretnék én elhelyezni egyre több mindent, hogy nyilván ezt csak úgy tudom megtenni, hogy a rátevendő dolgoknak a méretét azt elkezdem csökkenteni. Úgyhogy ez a Moore törvény számunkra azért érdekes, mert ahhoz vezetett, hogy a tranzisztoraknak a mérete, ami kezdetben még egy ilyen szép kis üvegbúra alá betehető tranzisztor volt a világon, egy belső tranzisztor, az odáig vezetett, hogy az okostelefonunkban lévő kis vezérlő egységünkben, amit CPU-nak nevezünk, már mondjuk egy-két milliárd tranzisztor is lehet annak a belsejében. De egyre több és több tranzisztort helyezünk el, ezek a tranzisztoroknak csökken a mérete. És hát mi történik akkor, hogyha valaminek csökken a mérete? Előbb-utóbb különleges fizikai törvényeket kell alkalmaznunk. Ezek a különleges fizikai törvények pedig lesznek azok a törvények, amelyek nem érvényesek ebben a hagyományos világban, ahol mi mozgunk, hanem a 10-9. Emás tartományban lesznek érvényesek, vagyis a kvantum világban. És ez az a világ, ahol nagyon nézőpontból az alma, az igazából semmire látszik. Egyébként a Moore törvénynek van egy másik interpretációja. Most, hogy a kislányom 3 éves lett, és már elkezdte nézegetni a telefonunkat, és hamarosan szembesülni fogok ezzel. Ennek a Moore törvénynek a másik kimondása az az, hogy ha veszünk bármilyen informatikai eszközt, akkor ugyanazért a pénzért 18 hónappal később kétszer jó dolgot tudunk vásárolni a gyerekeinek. Tehát nem érdemes semmit csinálni most karácsonykor, érdemes semmi másfél évre.